Kevés ember van, aki a 20. századnak nem csak a tanúja, de fontos figurája, formálója is volt. Azonban Henry Kissinger az Egyesült Államok első nem az USA-ban született külügyminiszteréről, az első nemzetbiztonsági tanácsadóról elmondható ez az állítás, aki 100. születésnapján könyvet adott ki a múlt század legfontosabb vezetőiről, az Államvezetésről címmel, amelyet hétfőn délután mutatott be Kis Rajmund, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője, a Matthias Corvinus Kollégium székesfehérvári központjában. Az üzenetüket és az örökségüket tovább kell vinni, ahogy Konrad Adenauer a II. Világháború után alázattal Németországot visszavezette Európába, hogy Ázsiában Likvanyú a kiválósággal egy kicsi városállamból a világ egyik leggazdagabb országát vívta ki, Szingapurról beszélünk, vagy Nixonnak az egyensúly stratégiája, hogy a világban milyen egyensúlyra van szükségünk, vagy Charles de Gaulle a nagy francia patriótának az akaraterős stratégiája. Azt hiszem, hogy a mindennapokban segít megérteni a körülöttünk lévő világot. Östör Anna Mária, az MCC székesfehérvári képviseletvezetője szerint ahhoz, hogy a ma történéseit megértsük, tisztában kell lennünk a múlt eseményeivel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a politikai, társadalmi, akár a mesterséges intelligenciával foglalkozó előadások mellett bemutassuk az MCC Press könyvkiadói tevékenységét is, hiszen rendkívül színvonalas kötetek, rendkívül színvonalas íróktól. A következő alkalommal a Külpolitikai Intézet két előadója fog előadást tartani, 1001 éjszaka meséi címmel, ami a Dubai Kongresszus történéseit mutatja be.